Lehet, hogy nem lesz ilyen sok igazgatóra és vezetőre sem szükség, és kevesebb lesz majd a szolgálati autó is. De nem csak a közműcégek összevonásával felügyelő bizottságokat és kifizető helyeket fognak megszüntetni, de nem lesz kevesebb kertész vagy fűtésszerelő. Így fogalmazott pénteki bejelentésében a főpolgármester. Azt gondolom, hogy a politikának magán kell kezdeni egy ilyen helyzetben a takarékoskodást. Gyénémet Erzsébet az Egyenes beszédben azt mondta, a teljes takarékossági csomag bevezetésével a főváros milliárdos nagyságrendű megtakarításra számíthat. A főpolgármester helyettes hozzátette, a frakciók költségeinek csökkentése mellett a fővárosi bizottságok összevonásával is spórolni fognak. A jelenlegi 8 helyett 5 bizottság ülésezne a jövőben, ami tucatnyi külsős bizottsági tiszteletdíjjal kevesebbet jelent. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke üdvözli a közműcégek összevonását, de a bizottságok átszervezését már problémásnak látja. Kárpát Florenc Gáborral folytatjuk, tehát jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát elég jó összefoglaló volt ez, nem a bejelentetteknek, tehát bizottságok szűnnek meg, felügyelő bizottsági helyek szűnnek meg, ezek mind-mind a takarékosságot szolgálják. Összességében ugye milliárdos összegről beszél Gyénémet Erzsébet, tudják ezt pontosabban pontosítani, hogy mennyi lehet az összeg? Még nem tudjuk pontosítani. Bocsánat, csak azért, mert hogy a kormány pedig arról beszél, már nem tudom pontosan melyik tagja a kormánynak nyilatkozott arról, hogy filléreket spórolnak, főváros közben pedig milliárdos összegeket szórnak el. Én ennek az állításnak mind a két részével vitatkozom. Egyrészt nem csak filléreket akarunk spórolni, másrészt pedig nem szórunk el milliárdokat. Tehát, na mennyi lehet akkor filléreket az, a milliárdos összeg? Én igazán fontosnak, tehát azt fontosnak tartom, hogy szimbolikus értelemben spórolunk a bizottsági helyeken, hatékonyabbá tesszük a bizottságokat, csökkentjük a szakértőknek a számát, illetve azt is, hogy a cégeknek az összevonásával felügyelőbizottsági helyek szűnnek meg. De azért nem ez a lényeg. Tehát amikor ez a városvezetés elkezdte a munkáját, akkor az volt a célja, hogy egy olyan közműcéghálózatot, ami hatékonytalanul üzemelt az elmúlt időszakban, a ciklus végére, vagy legalább 2023-ra próbáljon meg hatékonyabban működtetni. Hát ez már eredetileg is terv volt, erre kapott megbízást a városkezelő holding vezetőjeként Walter Katalin, ezt az egyéves előkészítő munkát végezte el, nézte meg, hogy hogyan lehet ezeknek a cégeknek az összevonásával egy közműszolgáltató cég divízióivá alakításával spórolni mindazokon a dolgokon, amik most hatékonytalanul működnek. Tehát, hogy ezeknek a cégeknek külön van marketing, külön van kommunikációs kerete, külön van személyzeti részlege, külön van beszerzése, ez, hogyha összevonjuk egy cégbe, ahol a divíziók a szakmai munkát látják el, miközben ezek a kiszolgáló részek, ezek egységesen működnek, na ez az, amin igazán lehet spórolni. Walter Katalin, ha már említett a szemét, ugye őt nevezte ki most a főpolgármester a BKK elnökének is. Lehet számítani akkor arra, hogy majd ez a háborúskodás megoldódik, ami most itt például a járatsűrtések kapcsán, különböző információs háborúról beszélek, felvetődik, ugye a kormányhivatalok azt kérték, hogy sűrítsék a járatokat, ezt a BKK állítólag meg is tette, a BKV, ezzel kapcsolatban viszont jött egy másik nyilatot, összesen 24 járaton sűrítettek, ez elenyésző része, néhány százaléka a fővárosi vonalaknak. Történik-e majd ez ügyben változás, most, hogy úgy lesz majd a BKK? Nyilván kommunikációsan javítani kell a BKK működésén, másrészt pedig nagyon jó lenne, hogyha a kormány olyan helyzetbe hozná akár a fővárosi önkormányzatot, akár a többit, hogy lehessen mondjuk egy vagy két óránál több felkészülési idővel dolgozni. Tehát egy pillanat alatt jött arról, hogy kijárási korlátozás lesz értesítés, egy pillanat alatt jött arról értesítés, hogy online-ra állnak át, nem az összes iskolában, hanem a 14 év fölötti időszakban. Ez mind-mind olyan dolog, amit a BKK-nak mondjuk modelleznie kell. De a BKK messze nem csak a közlekedésről szól, azért azt tudni kell, hogy a fővárosnak a nagyobb beruházásainak a jelentős része a BKK-n keresztül történik, tehát
Tehát a BKK az egy olyan cég, amelyik folyamatosan működik, egyrészt jelen időben, másrészt pedig rengeteg tervet kell csinálnia arra vonatkozóan, hogy milyen legyen Budapest. És abban, hogy a BKK-t egy hatékonyabb céggé alakítjuk, számítunk arra, hogy Walter Katalin ugyanazt a minőségű munkát elvégzi, mint a BVH élén, amivel előkészítette ezt az átalakulást. Itt fontos megjegyezni, hogy ez tényleg egy tervezett átalakulás volt ezekre a közműszolgáltatókra, amit most az időnyomás és a körülmények nyomása alatt gyorsabban lépünk meg. Ez azért nagyon fontos, mert mi nem csak a kényszert látjuk, hanem a kényszerből fakadó lehetőséget is látjuk, hogy jobb, polgári működésre és zöldebb működésre alakítsuk át a fővárost. Az viszont egy kényszerítő intézkedésnek talán egy kicsit túlzás ezt mondani tűnik. Mindenképpen tisztázandó a BKV hátterét, nem BKK, most az BKV, amit ugye Karácsony Gergely jelentett be szintén pénteken, hogy kizárná a fővárosi tenderek az offshore hátterű cégeket, és egyúttal egy kivizsgálást kért a BKV-tól az ügyben, hogy milyen ciprusi hátterű offshore cégtől bérel buszokat a BKV. Ezt gondolom, akkor valószínűleg még az előző vezetés sarra lehet gondolni az elmúlt egy évben került sor elszerződés. Sajnos ez így nem igaz, tehát ez egy olyan kiírás, ami idén történt. Ez összesen 12 hónapra az M3 metrópótlásra szükséges buszoknak a bérléséről szól, összesen 6 darab busznak a bérléséről, ahol megjelentek a sajtóban hírek arról, hogy offshore hátterű cég nyerte ezt. Én azt gondolom, hogy a főváros vezetése amit tud, ebben megtesz, tehát hogy azonnal vizsgálatot indítottunk, és azonnal a BKV is megfelelően reagált, közölték, hogy nyilvánosságra hozzák az üggyel kapcsolatos összes iratot. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos időről időre vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban a sajtó fölvett gyanúkat. Nem az a kérdés, hogy ilyenek fölmerülnek-e, hanem az a kérdés, hogy miként reagál rá egy vezetés, és szemben a kormánnyal, ami ilyen helyzetben mismásolni szokott, bagaterizálni szokta a helyzetet, mi azonnal vizsgálatot indítottunk, érdemi vizsgálatot kért a területet felügyelő főpolgármester helyettes a BKV felügyelőbizottságában. Érdeklődéssel várjuk az eseményeket. Még egy utolsó közlekedési téma, aztán beszéljünk majd a további takarékosság intézkedésekről is. Ha már közlekedés, 30 új busz a Volán busz részéről Budapest közlekedését segíteni majd. Ezt ígérte annak idején a Volán busz vezetője. Ehhez képest hát komoly konfliktus van most, mert hogy a járatsűrtések kapcsán számítanának a Volán busz járataira is. Ők viszont azt nyilatkozták, hogy nem utasítják el ugyan a segítségkérés, de ő nekik az elsősorban az agglomerációval kapcsolatos való kapcsolat megteremtése a feladatuk, és hát ez ügyben nem tudnak segíteni. Miközben 30 új buszt pontosan ezért kaptak, vagy vásároltak. Ez is tisztázandó, mint ahogy az is tisztázandó, hogy a kormány miért nem segíti a BKV-t abban, hogy megszerezze azokat az új közlekedési eszközöket, legyenek azok trolibuszok, vagy pedig kedvező kibocsátású buszok, amelyekkel a leromlott BKV járműparkot javítani lehetne. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy a kormány hátráltatja azt, hogy azt, amire a fővárosnak nagyon-nagyon alapvetően szüksége van, meg tudjuk szerezni. Talán ezeket van kezdeni, a végére marad, de remélem lesz még idő kifejteni. Dorosz Dávid lemondásával kapcsolatban mi a vélemény? Eléggé gyorsnak tűnt ez a önkéntesnek beállított, vagy úgy megjelent Facebook nyilatot, amire azonban gyanúsan gyorsan reagált a főpolgármester úr, tehát mint egy kicsit talán előkészített, vagy egyeztetett lett volna, de ez persze csak gyanú is lehet, hogy nem igaz. Mit gondol erről? Én azt hiszem, hogy egy városvezetőnél erény, hogyha gyorsan reagál, már, és egyébként pedig Dorosz Dávid és Karácsony Gergely között közeli kapcsolat van, tehát én ezt egyáltalán nem tartom meglepőnek. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit Dorosz Dávid a lemondó levelében írt, hogy a főváros nagyon rossz helyzetben van, én is hiszem azt, hogy az alapvető problémákat, a főváros és a kormány közötti ellentéteket majd az fogja megoldani, hogyha itt 2022-ben kormányváltás lesz, és Dorosz Dávid úgy mérte föl, hogy mivel neki korábban kampányvezetői tapasztalatai voltak, ebben az ügyben a kormányváltás érdekében kampányvezetőként, kampányfőnökként tud a legtöbbet tenni, és aztán az meg már a takarékossági intézkedések része, hogy a főpolgármester úgy döntött, hogy a megüresedett helyet végül nem tölti be. Kerpel Flóriusz Gábor, köszönjük szépen, hogy eljött ma reggel, és elmondtam. Köszönöm szépen. Szép napot.